Mielőtt az ülést megkezdenénk, szeretnénk megemlékezni Molnár László képviselőtársunkról, aki jó néhány cikluson keresztül a képviselőtestület tagja volt, és a közeli napokban elhunyt. Kérem Önöket, hogy egy perces néma felállással. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 15 tagjából 11 fő jelen van, az ülés határozat képes, azt megnyitom. Rendkívüli ülésről van szó, amit a pályázatok elbírálási határideje indokol. Napirend megállapítása következik. Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy a meghívó szerinti 10-es számú napirendi pontot bizottsági tagcsere a Humán és Ügyrendi Bizottságban a testület 1-es számú napirendi pontként tárgyalja. Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy a napirendet kiegészítem a Kossuth utcai pavilon alatti földterület bérleti szerződésének meghosszabbítása tárgyú előterjesztéssel, melyet 10-es számú napirendi pontként tárgyalunk. Ugyancsak tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy a napirendet kiegészítem a Devecser város csatlakozása az Ajka város önkormányzata által működtetett központi orvosi ügyelethez tárgyú előterjesztéssel, melyet a testület 12-es számú napirendi pontként tárgyal meg. Ugyancsak tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy a napirendet kiegészítem az Ajkai életút kitüntetés adományozása tárgyú előterjesztéssel, melyet 13-as számú napirendi pontként zárt ülésen tárgyaljuk. Megkérdezem, van-e a napirenddel kapcsolódó észrevétel? Úgy látom, hogy nincs, akkor fogadjuk el a napirendet egy szavazással. Tizenegy igennel egyhangulag elfogadtuk. Átérünk az első napirendi pontra. Bizottsági tagcsere a Humán és Ügyrendi Bizottságban. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Kérdés nincs. Kíván-e valaki szólni? Nem. Akkor itt szavazásra kerül a sor. Először a határozati javaslat 1-ről történik a szavazás. Egy igen szavazattal egyhangulag elfogadtuk, most pedig a határozati javaslat 2-ről szavazzunk. Tizenegy igennel egyhangulag elfogadtuk. Most pedig eskütételre kerül a sor, felkérem Szabó Ágnes Viktóriát, hogy szíveskedjék de középre jönni, és akkor kérem a képviselőtestület tagjait álljanak fel, és akkor kérném, hogy szíveskedjék utánam mondani a következő szövegét, és ugye amikor az ént mondom, akkor ugye a saját nevét legyen szíves mondani, és a végén meggyőződése szerint hozzátehetjük, hogy Isten engem úgy segíjen, vagy elhagyja. Tehát én... Én Szabó Ágnes Viktória. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. A bizottsági tagságomból eredő feladataimat. A bizottsági tagságomból eredő feladataimat. Ajka város fejlődésének előmozdítása érdekében. Ajka város fejlődésének előmozdításának érdekében.
Lelkiismeretesen teljesítem. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen. Köszönöm szépen. Gratulálok Szabó Ágnes Viktóriának, és jó munkát kívánok a továbbiakban. Rátérünk a második napi rendi pontra, a város fizetőparkolási rendszeréről szóló rendelet módosítása. Megtárgyalta a Gazdasági Bizottság Pálkai Péter elnök úr. Köszönöm a szót, polgármester úr, a bizottság 9 igen szavazattal egyhangulat támogatja. Humán és ügyrendi bizottság Réder András tanácsnok úr. Humán és ügyrendi bizottság is megtárgyalt és támogatást javasolja. Köszönöm. Van-e kérdés? Nincs kérdés. Kíván-e valaki szólni? Nem? Akkor szavazás következik, javaslom elfogadását. Tehát szavazás következik. Elfogadtuk. A harmadik napi rend az Ajkai járási hivatal kialakítására vonatkozó megállapodás módosítása. Tisztelettel köszöntöm Horváthné Farkas Andrea hivatal vezetőasszony. Jegyző úrnak van kiegészítése. Tisztelt képviselőtestület, az előterjesztés 2. számú mellékletét képező táblázatba az elkészült változtatási vázrajzok alapján egyetlen módosulás történik. A táblázat első sorában az ingyenes használatba adott helyiségek közül az 1292/6-os helyrajzi számú ingatlannak, ingatlan esetében az átadott nettó alapterület 119 négyzetméter helyett 114 négyzetméter. Köszönöm szépen! Köszönöm. Megtárgyalt a Humán és Ügyrendi Bizottság, Réder András tanácsnok úr. A bizottság megtárgyalta és támogatásra javasolja. Köszönöm. Van-e kérdés? Kérdés nincs. Kíván valaki szólni? Nem? Akkor szavazás következik. Javaslom, hogy fogadjuk el. Szavazattal egyhangulag elfogadtuk. A 4-es számú napirend a 2023 évi élelmezési normák. Megtárgyalta a pénzügyi bizottság, Pék Attila tanácsnok úr. Pénzügyi bizottság 8 igen szavazattal támogatja. Köszönöm. Kérdések következnek, de azok nincsenek. Hozzászólások, az sem várható. Akkor szavazás következik. Javaslom, hogy fogadjuk el. Egyhangulag elfogadtuk. Az 5-ös számú napirend befejező munkák finanszírozása az ipari park vízi közműveinek üzembejezéséhez. Megtárgyalta a Gazdasági Bizottság Pálkai Péter elnök úr. A bizottság 9 igen szavazattal egyhangulag támogatja. Pénzügyi bizottság, Pék Attila tanácsnok úr. Pénzügyi bizottság 8 igen szavazattal támogatja. Köszönöm. Kérdések nincsenek. Hozzászólás? Azt sem. Javaslom, hogy fogadjuk el egy szavazással. Tizenegy igen szavazattal egyhangulag elfogadtuk. A 6-os számú napi rend, itt most valamennyi helyrajzi számot nem sorolok fel, ez ugye az üveggyári ingatlanokkal kapcsolatos ingatlanok telekhatár rendezése és megvásárlása a volt kastély épületnek. Megtárgyalta a Gazdasági Bizottság Pálkai Péter elnök úr. A bizottság mind a 4 határozati javaslat elfogadását egyhangulag javasolja a képviselőtestületnek. Köszönöm.
kérdések következnek. Nincs kérdés, hozzászólás. Ha sincs, akkor itt szavazás következik, és 4 szavazásról lesz szó. Tehát először a határozati javaslat 1-esére szavazunk. Fogadtuk. Határozati javaslat 2. Határozati javaslat 3. 11 igennel. Határozati javaslat 4. 11 igennel. Elfogadtuk. 7-es számú napirend. Helyi meneten szerinti közlekedés pályázati eredmény hirdetése. Megtárgyalta a Gazdasági Bizottság Pálkai Péter elnök úr. A bizottság egyhangulag támogatja. Pénzügyi Bizottság Pék Attila tanácsnok úr. Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal támogatja. Van-e kérdés? Nincs. Kíván-e valaki szólni? Nem. Javaslom, hogy fogadjuk el egy szavazással. Ja. 11 igennel egyhangulag elfogadtuk. A 8-as számú napirend az 5793-as helyrezi számú ingatlanra beérkező pályázat elbírálása. Jadzsi úr, itt van kiegészítésed? Annyi, hogy az ülés előtt kiosztásra került egy plusz szerződés. Köszönöm, megtárgyalta a Gazdasági Bizottság Pálkai elnök úr. A bizottság egyhangulag támogatja. Köszönöm. Van-e kérdés? Úgy látom, hogy nincs hozzászólás, az sincs. Akkor fogadjuk el egy szavazással. 11 igen egyhangulag elfogadtuk. 9-es napirend a 2133-as helyrajzi számú ingatlan kisajátítása. Megtárgyalta a Gazdasági Bizottság Pálkai elnök úr. A bizottság 9 igen szavazattal egyhangulag támogatja. Köszönöm. Van-e kérdés? Nincs. Kíván-e valaki szólni? Nem. Akkor fogadjuk el. Szavazás következik. 11 igen szavazattal egyhangulag elfogadtuk. 10-es számú napirend következik, a Kossuth utcai pavilon földterület bérleti szerződésének meghosszabbítása. Megtárgyalta a Gazdasági Bizottság Pálkai Péter elnök úr. A bizottság 9 igen szavazattal egyhangulag támogatja. Van-e kérdés? Nincs. Kíván-e valaki szólni? Nem? Akkor szavazzuk meg. 11 igennel egyhangulag elfogadtuk. Kötelező felvételt biztosító Ajka iskolák beiskolázási körzet határainak véleményezése. Megtárgyalta a Humán és Ügyrendi Bizottság. Lider András tanácsnok úr. A Humán és Ügyrendi Bizottság a napi rendi pontot megtárgyalt és támogatásra javasolja. Köszönöm. Van-e kérdés? Nincsen. Hozzászólás? Az sincs. Akkor szavazás következik. Javaslom az elfogadását. 11 igennel egyhangulag elfogadtuk.
12. Demeter város csatlakozása az Ajka város önkormányzat által működtetett központi orvosi ügyelethez. Megtárgyalta a Néppoliti Bizottsági Van Ide Sándor elnök úr. A bizottság 7 igen szavazott el egyhangulag támogatásra, elfogadásra javasolja a testületnek. Köszönöm. Kérdések? Nincsenek. Kíván-e valaki szólni? Nem? Javaslom, hogy fogadjuk el a szavazással. Igennel egyhangulag elfogadtuk. Most pedig zárt ülés következik.